November 17-e és 19-e között rendezték meg az Országos Lelkipásztori Teológiai Napokat Esztergomban, a Szent Adalbert rendezvényközpontban. Az idei fő téma az egyházon belüli egységre fókuszált. Az egyházban a szinodális út az most központi téma, hogyan tudunk együttműködni világiak és papok, és hát ezért a legyenek mindnyájan egy jézusi felszólításnak igyekszünk eleget tenni, mert hogy egységben tudunk jellé válni ebben a világban. Úgy építettük fel a lelkipásztori napok programját, hogy legyen mellé teológiai, morális alapozás, és aztán sok-sok jó gyakorlat arra, hogy hogyan tudunk valóban együttműködni világiak és papok. Fábri Kornél elmondta továbbá, a konferenciának hármas célkitűzése van. Az első a találkozás, a beszélgetés, a második a pasztorális munkában tapasztalt jó gyakorlatok továbbadása, valamint a lelki feltöltődés a közös ima alkalmak révén. A megnyitó szentmisét Török Csaba, MKPK TV referens, teológiai tanár mutatta be a felújítás alatt álló esztergomi bazilikában. Beszédében a szinodalítás kapcsán úgy fogalmazott, túl sokat beszélünk a közös együttjárásról az úton, meg lehet néha szólnunk kéne már a közös megpihenésről is. Török Csaba felhívta a figyelmet, ha a szinodalítás számunkra egy hatalmas projekté válik, és úgy menetelünk, mint valamiféle maratoni hadtest, lehet, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy már túlmeneteltük magunkat, hogy az Isten a hátunk mögött van. Nem azért vagyunk úton, hogy teljesítménytúrázóvá alakuljunk Isten projektjében, hanem hogy fölismerjük az idők jeleit. A csoda pillanatait ajándékozza nekünk a gondviselés, vegyük észre ezeket, fogalmazott. Végül a résztvevőknek azt kívánta, hogy tapasztalják meg a lélek adta belső szabadságot. Az egyház, a hit, a közösség, a szinódusi folyamat egy pillanatra se váljon projekté vagy elvárt teljesítményé, zárta szavait Török Csaba.